Sziasztok srácok, én Martin vagyok, és ebben a videóban a 96-os Inuiról lesz szó. Itt is van ez a vadállat, nézzétek meg, 98-as ratingű lett a boostok miatt. Nézzétek meg a statisztikáit, 94-es sprint speed, 108-as ball control, 105-ös dribbling, hát a fejelése az nem egészen jó, de nem az ő feladata a fejelés. Finishingje is jó, 88-as, 98-as longshotja van, 92-es positioning, és ezek a statjai is majdnem mind 90 pluszos. Free kicket azt nem ölövi, szóval az igazából lényegtelen, és egészen jó kis kártya egyébként, a speedje az megfelelő, illetve majd mindjárt meg is látjátok, hogy a játékban milyen ez az ember, és miket tud csinálni. Na hát a videó első meccsét egy hatalmas Inui góllal kezdtük, ott hagyta egy cserél a védőt és berúgta. Majd egy gyenge longshottal folytattuk, ezt a kapus könnyű szerelvédte. Az egyetlen gyenge pontja, amit észrevettem, az a fizikuma, nagyon kevés ereje van, de ez persze sokszor jól is jön, mert könnyen kiharcolhatunk egy szabadrugást, amit Guerreiro szépen be is lő. Hát itt a védő gyönyörűen leszerelt, de nem adtuk fel, megpróbáltuk még egyszer, de sajnos rengeteg szép cser után belevezettük a védőbe a labdát. A kapussal 1v1-ben egyértelmű gól, kapusnak semmi esélye nem volt. Itt Keita a passz után egy rossz ütemezett cser után a védő megszerezte a labdát. Itt pedig sajnos belementünk a védőbe. Cselezni nagyon jó vele, a rulett egy gyors és szép, piscseket is ott hagytuk, majd óriási gólt lőttünk bele. Ismét cselezzünk Inuival, de esélytelen volt ennyi védő között elmenni. Helyezkedés is kiváló, Keitával le is tudtam passzolni, majd ismét óriási gólt lőttünk. Bal oldalról, mint láthatjátok, 85-90% hogy berúgja. Megint egy csel után lemarad a védő, és bal oldalról laza gól. Itt egy gyönyörű cselt láthattunk, és egy olyan gólt, amit sok nagy játékos nem lő. Egy hosszú kapás lövés, de a kapus szépen lőtt. Kettő gyönyörű csel, a védő csak szavartalan futását tudott megállítani. Guerreiro pedig maga biztosan belőtt. Ismét egy óriási védés testégentől, Inui rendesen megizzasztja a kapusokat. Kettő szép cser után a kapus mellett nagyon szépen ellőve ismét gólt lő. Egy cser, két cser, óriási gól. Megint a jó helyezkedés és az elképesztő lövés kombinációjának eredményét láttuk. Első kapufája is megvan, hát éppen, hogy óriási kapufa volt. Itt nem tudom, mi történt, de Umtiti szépen alázott minket, végül szabadrugáshoz jutunk, amit Guerreiro szépen be is lő, mint mindig. Griezmann passza, ismét jó helyezkedés, de a kapus óriásit védett. Umtitinek most megmutattuk, hogy ki is itt a király. Inui
óriási gólt lőtt megint. Azt vettem észre, hogy nagyon könnyű indiba a szabadrugásokhoz is jutni, amit láthatjátok, de most sajnos Guerreiro középre rúgta a kapus kezébe. Na hát srácok, összességében szerintem aki nem váltotta ki ezt a játékost, az nagyon megszívta, mert amint láttatok is a videóban, nagyon király játékos. Igazából más nem tudok hozzáfűzni, tényleg nagyon megérte, hogy őt váltottam ki, és nem pedig mondjuk Hondát, mert nagyon nagy szerepe van ennek a játékosnak a csapatomba. Egy kulcs ember az egész csapatnak, az egész támadásnak, szóval igazából ennyit tudok róla még mondani. Aki pedig kiváltotta, az használja annyiszor, ahányszor csak tudja. Nagyon jó játékos. Na, hogyha tetszett ez a videó, akkor nyomtok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, valamint írjátok le hozzászólásban, hogy kiről legyen legközelebb egy ilyen bemutató videó. Sziasztok!